Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Következő felvételünkön a Kisteki Good Company zenekar tagjaival készült évértékelő interjút tekinthetik meg. Eseményekben gazdag 2015-es évet tudhat maga mögött a Good Company zenekar. Hogyan értékelnétek ezt az évet, illetve milyen jelentősebb pillanatok voltak a zenekar életében? Tehát jelentősebb pillanatokban nem volt hiány az évben, mert eleve egy ilyennel kezdtük a tavalyi esztendőt, ugyanis Kiskunfélegyházán az ismerős arcokkal adtunk egy közös koncertet. Utána igazából ez az év a magunk megmérettetéséről szólt. Több tehetségkutatón, illetve fesztiválon elindultunk, ahol értékelték a zenekart, és hál' Istennek elég pozitív vélemény alakult így ki rólunk országszerte. És körülbelül hány fellépés sikerült szervezni, hány koncertet sikerült adni a tavalyi évben? Hát hozzávetőleg egy olyan 25-30 koncertünk volt így az elmúlt egy évben. És volt valami esetleg, ami így tényleg jelentősebb, esetleg nagyobb volumenű koncert volt? Mindenképpen kiemelném az itthon adott koncertünket, május 9-én, amikor egy szeghalmi vendégünk volt. Nagyon örültünk, tehát mi se gondoltuk volna azt, hogy ennyien el fognak jönni. Tehát becslésem szerint egy 250-300 ember volt azon a koncerten. Nagyon örültünk, hogy két alkalommal sikerült az On and the Barbies zenekar előtt játszanunk. Igazából Opusza szerint tartanak már rendhagyó jelleggel egy tábort, és mondhatom bátran, hogy neves arcok is részt vesznek ennek a tábornak a programjába. Így örültünk neki, hogy a Kardos Horváth Jánossal is találkozhattunk, valamint Tóth Vera is kint volt ebbe a táborba. Tehát tényleg egy színvonalas rendezvényen vehettünk részt, és meghívtak minket is az idén ebbe a programba, beleépítették a Good Company zenekart is. Igen, részt vettünk a szín programjában is, ugyanis a Mizó színpadon adtunk egy órás koncertet, és ahhoz képest, hogy a kora délutáni órákban léptünk színpadra, szerintünk így bátran mondhatom mindenki nevébe, hogy eredményes koncertet adtunk. Októberben volt lehetőségünk fellépni a Budapest Music Expo-n. Itt igazából az Öröm a Zene tehetségkutatónak a döntőjében mutathattuk meg magunkat. Ami a jelentősége ennek az, hogy 15 kárpát-medencei tehetségkutatónak a győztesei voltak benne. Lényegében ezt úgy kell elképzelni, hogy az elinduló durván 560 zenekarból mi az első 15-be kerültünk be. Ami azért egy jelentős szakmai elismerés. Tehát, mint mondtam, ez az évünk arról szólt, hogy megmérettetjük magunkat. Hál' Istennek ennek eredményei is voltak. Egyik az ugye, mint már említettem, a Budapest Music Expo-n a fellépési lehetőség, illetve a Szarvasi Granárium Zebra Klub által szervezett tehetségkutatón egy harmadik helyet tudhattunk a magunkénak. A Ceglédi utca zenefesztiválon a rendezvényszervezői díjat vihettük haza. Illetve egy nagyon hangulatos háromnapos utca zenefesztiválon vettünk részt Szatmárnémetiben, ahol tényleg mondhatni azt, hogy több ezres közönség előtt játszottunk. Három nap alatt 5 koncertet adtunk, és tényleg fergeteges hangulat volt. Ugye lett szervezve a Kisteleki kollégiumban egy évzáró koncert, ez minden évben megtartják, vagy ez most ilyen különleges alkalomnak számított? Hát ugye 2,5 éve van együtt a zenekar, nagy hagyományokról még nem beszélhetünk, de ez már a második évzáró koncertünk volt. Első alkalommal volt itt a kollégiumban, de így az idei tapasztalatok alapján továbbra is szeretnénk majd ezt ott rendezni. Úgy képzeltük el igazából ezt az egészet, hogy nagyon sokan támogatnak minket. És itt nem feltétlenül anyagi támogatást kell gondolni, hanem erkölcsi, lelki támogatás mellettünk állnak, eljönnek a koncertjeinkre, és ezt szerettük volna valahogy meghálálni a közönségnek.
Az egyik ilyen dolog, hogy nem belépős koncert volt, mert hát azért mégiscsak megköszönni szeretnénk valamit, illetve egy-két aprósággal is szerettünk volna kedveskedni. Kis forralt bor, tea, zsíros kenyér, de úgy gondolom, hogy tényleg nagyon hangulatos másfél órát töltöttünk együtt. Információink szerint készülőben van egy lemez, és mit lehet erről pontosan tudni, mikor lesz kész, illetve milyen számokat fog tartalmazni? Hál' Istennek a munkálatoknak már a vége felé járunk, tehát már látjuk a fényt az alagút végén. A lemezen csak saját számaink lesznek rajta. Egy népdalfeldolgozás van, ami bekerült közé, de úgy gondoltuk, hogy mi, hogy ezt a közönség is nagyon szereti, ez az Erdő Erdő című számunk, ezt nem hagyhatjuk le a lemezről. Reményeink szerint hamarosan megjelenik. Még van egy kis munka vele, de úgy gondoljuk, hogy inkább egy kicsit később jelenjen meg, viszont egy olyan minőségi anyag legyen, amit bárki szívesen hazavisz és berakja otthon a CD lejátszóba. Mik a tervek az idei, illetve új 2016-os évre? Megpróbáljuk kimeríteni az összes létező pályázati forrást Magyarországon, és tervezünk egy külföldi turnét is, és igazából azokon a helyeken, ahol mi nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó vendéglátásban volt részünk, illetve a közönség visszajelzését is pozitívan értékeltük, azokra a helyekre szívesen visszamegyünk ebbe az évben is, így gondolunk közösen a Szatmár Németi Utcazene Fesztiválra, de szeretnénk Cegléden is részt venni az Utcazene Fesztiválon, és van egy pár klub, nagyobb fesztivál ugye itt Magyarországon, ahol színvonalas fesztivál, ahol szintén szeretnénk még megmutatkozni az idén is. És hát az idei évnek egy nagyon kiemelt eseménye, vagyis hál' Istennek több eseménye, a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programja a Jóvoltából. Idén tavasszal közösen koncertezhetünk ismét az Ismerős Arcok zenekarral. Ez egy több állomásos koncert, klubkoncert körút lesz. Az első alkalom nem is olyan sokára várható. Január 23-án Kiskunfélegyházán a Roktárban adunk egy közös koncertet. A további helyszínek pedig Debrecen, Pécs és Szolnok lesznek. A Kistelki téli teremlabdarúgó bajnokság 6. fordulójához érkezett. Ennek alkalmában a bajnokság szervezője Dancsók Csaba foglalta össze az idei szezon eddigi történéseit. A téli teremlabdarúgó bajnokság plusz 35-ös ligájának csapatai elérkeztek a 6. fordulóhoz. Hogy áll eddig a bajnokság? Így van, elérkeztünk a plusz 35-ös 6. fordulóhoz. Itt a bajnokság, hála jó Istennek, nagyon nyílt még. Két 13 pontos csapatunk van. Első helyen a Csárton van most jelen pillanatban 13 ponttal, második helyen a Jó Öreg Barátok, ez egy csongrádi csapat, van a Csárton, az egy szegedi és kisterekékből álló vegyes csapat, de inkább szegediek alkotják. A Max Autó az is olyan harmadik helyen áll 13 ponttal, ő egy ilyen félegyházi, kecskeméti, vegyes baráti társaságból tevődnek össze. És hány csapat van jelenleg a ligában? A plusz 35-ös ligákban 10 csapat mérkőzik egymással, kedden esténként, ha este 6 órától és 6-tól 10-ig vannak a mérkőzések. És összesen az idei bajnokságra hányan jelentkeztek, ezt lehet tudni? 56 csapat adta le ebbe az idényben a jelentkezését, ami úgy áll össze, hogy az A ligában van 10 csapatunk, a B ligában 10 csapatunk, a C ligában ebbe az évben kevesebb csapatot soroltunk be, a feljutások elvállása véget, ott 6 csapat mérkőzik egymással, a D ligában 10 csapat, az E ligában 10 csapat, és a plusz 35-ös ligában 10 csapat mérkőzik egymással, így adódik össze az 56 csapat. S hány kisteleki csapat van? Hát ugye az A, B, C, D, E plusz 35-ös ligát, ha nézzük, úgy általában a kisteleki játékosok száma, én véleményem szerint az a 30-40% azért kisteleki, illetve itt a környékbeli opusztaszerből tevődik össze, de mondhatom úgy, hogy a három megyéből jönnek a játékosok, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyéből tevődik össze az egész torna alatt a játékosok száma. Kivétel ugye a Proliga, ahol a országos szinten jönnek a játékosok, tehát egészen a Győr-Sopron megyéből, a Baranya megyéből, az ország minden részéről érkeznek játékosok. Milyen díjazásban részesülnek a legjobbjai a bajnokságnak? Az A, B, C, D, E plusz 35-ös ligában az első három helyezett kupában
és éremben részesülnek, és mindegyik ligában külön díjazzuk a legjobb kapust, a legjobb játékost és a gólkirályt. Külön szobrot szoktak kapni, és különböző vásárlási utalványok vannak az A-ligában, különböző ajándékokat szoktunk még átadni. Ingyenes lesz a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, 4 évenkénti műszaki felülvizsgálata. A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény, valamint a kéményseprőipari szerv kérléséről szóló kormányrendelet alapján 2016. július 1-től módosul a kéményseprőipari közszolgáltatás. E naptól kezdve a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a kéményseprőipari tevékenységet azokon a településeken, ahol jelenleg a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosítja az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-ével felmondja a közszolgáltatási szerződését. A katasztrófavédelem e települések azon ingatlanaiba végzi a kémények időszakos ellenőrzését, illetve a műszaki vizsgálatokat, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és amelyben nincs gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve, emellett valamennyi társasházban és lakásszövetkezeti lakóingatlanban, vagyis a lakossági szektorban ellenőriz. A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgál önálló ingatlanokban, vagyis a közéleti szektorban azok a kéményseprőipari szolgáltatók láthatják el ezt a feladatot, amelyek az adott megyek közigazgatási területére a tevékenység végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették. Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi közszolgáltatási szerződését, a kéményseprőipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közéleti szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik a szerződés lejáratáig. A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat lesz, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó közszolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektorban tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár. A tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától. A lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében 2016. július 1-től a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, valamint 4 évenkénti műszaki felülvizsgálata, sormunka ingyenes lesz, ha azt a kéményseprőipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el tudja végezni. Amennyiben azonban csak egy közösen egyeztetett harmadik időpontban tudnak sort keríteni az ellenőrzésre, seprésre, a tevékenységért a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj 30%-ának megfelelő összegű kiszállítási díjat kell fizetni. A társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanban gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, 4 évenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve közszolgáltatási díjat kell fizetnie. A közületi szektorban tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprőipari tevékenységéért díjat kell fizetni. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezeti egysége méri fel, hogy mely ingatlanok tartoznak a lakossági, illetve melyek a közületi szektorba, a munkat 2016. februárjában indul a helyszínen vagy levélben történő megkereséssel. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, segítse munkáját, és az érintettek adják meg a szükséges adatokat az ingatlan tulajdonosának, használójának nevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, az ingatlan címadatait, valamint ha a tulajdonos gazdálkodó szervezet vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőinek nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát. A közszolgáltatás ellátása az új struktúra kialakításáig és azt követően is folyamatosan biztosított 2016. július 1 előtt a meglévő közszolgáltató annak kiesése esetén a katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató végzi el a feladatokat, ezt követően pedig a katasztrófavédelem folyamatosan veszi át a feladatot a jelenlegi közszolgáltatóktól. 2025-re a lakossági szektorban a katasztrófavédelem valamennyi településen átveszi a kéményseprőipari feladatokat. Fontos, hogy a téli időszakban is körültekintően és biztonságosan közlekedjenek az autósok, kerékpárosok, gyalogosok.
Télen a közlekedési balesetek jellemzők, ahogy a gépjárművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az évszakban a legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét és saját magát is ezekre a körülményekre. Ilyenkor elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldóspré, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Ilyenkor a lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztessük, mert az autó úttartását, a stabilitást, a fékütt hosszát jelentősen befolyásolja. A köd, a szitáló hó, a csúszós utak mindennapossá válnak. Szinte egész nap, de főleg éjszaka és nappali órákban jellemző a fagypont körüli hőmérséklet. A száraz és csúszós utak hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot és figyelmet kíván. Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni. Húzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is. Érdemes tájékozódni az útinformnál az út és időjárási viszonyokról. Fontos tudni, hogy a légzsák nem helyettesíti a biztonsági övet. Mindenki használja a biztonsági övet. Külföldi utazást megelőzően célszerű tájékozódni, hogy az érintett és a célállomás szerinti országban vezettek-e be olyan jellegű korlátozást, amely a téli gumik vagy éppen a hólánc kötelező használatára irányul. Havas, latyakos időben a gyalogosok figyelmetlenebbek, ezért az autósnak számítania kell arra, hogy a járda színén leszegett fejjel álló gyalogos a következő pillanatban az úttestre a jármű elé kerülhet. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázni kell az úttest mellett haladó gyalogosokra. A kerékpárosok és a gyalogosok is sok mindent tehetnek saját biztonságuk érdekében. Ha fény visszaverő anyagokkal felszerelt ruházattal és járművel közlekednek, észlelésüket és láthatóságukat a sokszorosára növelhetik, folyamatosan tájékozódjanak elsősorban az úttesten való áthaladáskor, irányváltoztatáskor. A kerékpárosoknak fokozottan kell figyelni az oldalszélre, hiszen a bicikli könnyen felborulhat, ha egy nagy sebességű gépjármű elhalad mellette. Az évszakra jellemző, olykor szeles időjárás miatt jelentős erősségű, hirtelen széllökésekre is számítani lehet. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésről sem. Köszöntöm a televízió nézőket, én Huber Krisztián rendőrszázados vagyok, és a következőkben az elmúlt három hét rendőrségi híreiről fogok beszámolni. Az elmúlt három héten kettő közlekedési baleset történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az első baleset az 5-ös számú főúton következett be 2015. december 21-én a kora esti órákban. Személygépkocsi vezetője a járműve elé féktávolságon belül ugró őzet ütötte el. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a járművezető nem vonható felelősségre a dologi kárral járó közlekedési baleset kialakulásáért. A második káresemény Csengele lakott területen történt 2015. december 22-én a délutáni órákban. Személygépkocsi vezetője kapubejáróban végzett hátramenetet, haladása során a kellő körültekintést elmulasztotta, majd egy gépjárműnek ütközött. A balesetben anyagi kár keletkezett, a kiérkező rendőrök figyelmeztetést alkalmaztak a közlekedési esemény okozójával szemben. Ittas járművezetővel szemben kezdeményezett büntetőeljárást a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztálya. A 45-18-as úton 2015. december 20-án a hajnali órákban végrehajtott közlekedés rendészeti ellenőrzés során bukósisak és vezetői engedély nélkül közlekedő motorkerékpár vezetőjével szemben alkalmazott elektromos alkoholteszter pozitív eredmény mutatott, ezért a pusztaszeri férfit elfogták és mintavételre előállították. A mért értékre tekintettel büntetőeljárás, az elkövetett közlekedési szabálysértések miatt szabálysértési eljárás indult ellene. Bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt elfogták azt a baksi férfit, aki a rendelkezésre álló adatok szerint korábban őrizetbe vett két társával dolog elleni erőszakkal elkövetett lopást és más bűncselekményeket követett el 2015. októbere és decembere között a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. A 33 éves baksi lakost gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették,
majd a kisteleki rendőrkapitányság előterjesztést tett előzetes letartóztatásának indítványozására. Erősen ittas személlyel szemben került sor biztonsági intézkedésre 2015. december 31-én az éjszakai órákban. Kistelek lakott területen pszichiátriai, gyógyszeres kezelés alatt álló személy az elfogyasztott szeszes ital hatására agresszívan viselkedett, ezért a kiérkező rendőrök a mentőszolgálat közreműködésével kórházba szállították. Jogosulatlan behatolással szabálysértési értékre elkövetett lopásvétség megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a kisteleki rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. Az egyik pusztaszeri ingatlan körbekerített udvarába a sértett tudta is beleegyezése nélkül behatolt egy kiskunmajsai férfi, majd onnan eltulajdonított egy lezáratlan kerékpárt még 2015. augusztus 11-én a reggeli órákban. A tetten ért elkövető a járművet menekülése során hátrahagyta. A 28 éves férfi kihallgatását követően az ügyet vádemelési javaslattal a szegedi járási és nyomozóügyészségre továbbították. Két elfogató parancsal körözött személyt vontak intézkedés alá a járőrök Kistelek lakott területén. Az igazoltatás során megállapítást nyert, hogy más hatóság kiskorú veszélyeztetése büntet megalapozott gyanúja miatt rendelte el körözésüket. A 27 éves férfit és a 44 éves nőt elfogták, a kisteleki rendőrkapitányságra előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a kisteleki rendőrkapitányság. Kistelek lakott területen még 2015. augusztus 20-án megtartott nyilvános rendezvény helyszínén egy jászszentlászlói férfi ittas állapotban előzetes szóváltást követően kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartást tanúsítva bántalmazott egy Fábián Sebestyéni lakost. A gyanúsított kihallgatása során elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését. Az ügyet vádemelési javaslattal a szegedi járási és nyomozóügyészségre továbbították. Köszönöm szépen a figyelmet! Karácsonyi projekthét volt a Kistelki Általános Iskolában az ünnepek előtti utolsó tanítási héten, mely során az iskolások délutánonként a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásokon vehettek részt. Erről, valamint a diákok és tanárék előtt álló időszakról Papné Guba Éva beszélt. Az ünnepek előtt idén is ismét megszervezésre került a projekthét itt a Kisteleki Általános Iskolában. Miről is szól pontosan ez a hét, és milyen programok szerepeltek a repertoárban? Igen, a tavalyi évhez hasonlatosan az idén is nagyon nagy hangsúlyt próbáltunk fektetni arra, hogy a karácsony előtti utolsó tanítási hét egy picit másról szóljon. Mindezt már előkészítette, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is volt a Kistelki Általános Iskolának és az iskolásoknak, a közösségnek egy adventi koszorúja, amelyről minden egyes hétfő reggel meggyújtottuk közösen az éppen aktuális adventi gyertyát. Én azt gondolom, hogy pedagógusként nagyon nagy a felelősségünk abban is, hogy a gyerekek, akik ránk vannak bízva, annak a neveltségét hogyan tudjuk alakítani, hogyan tudjuk formálni. És például ezekkel a közös összejövetelekkel próbáltunk egy kicsit itt mi együtt, egy közösségként ráhangolódni valóban arra az izgalomra és arra az ünnepre, amit kellene, hogy jelentsen mindannyiunk számára a karácsony. És most itt nem csak a karácsonyi ajándékokról, vagy nem elsősorban erről van szó, hanem ennek egy sokkal-sokkal mélyebb, sokkal fontosabb jelentősége van szerintem, mégpedig
amire mi itt fókuszálni tudunk, az az, hogy a családoknak, a közösségeknek legyen egy együttes élménye ezzel kapcsolatosan. És pontosan ezt az együttes élményt kívántuk megvalósítani ezekkel a gyertyagyújtással, illetve a karácsonyi projekt hét programjával. Ez egy nagyon-nagyon színesre sikerült hét volt megint. Én azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten próbáltunk mindenféle olyan programot behozni az iskolába, amelyek érdekessé, amelyek egy kicsit mássá teszik ezt az utolsó hetet. Volt itt megint karácsonyi mézes kalácsütés, díszítés, volt karácsonyi vetélkedő a felső tagozatosoknak, kézműveskedés az alsósoknak, volt karácsonyi vásár, ahol az osztályok ugye egy kicsit az osztálypénzüket tudták gyarapítani, volt hagyományosan megrendezésre kerülő karácsonyi hangverseny, ahol a művészeti iskola szervezésének köszönhetően az ott tanuló diákjai mutathatták meg, hogy mi minden készségképesség lakozik még bennük, illetve elég hosszú idő óta készült már a Kistelki Általános Iskola tanulóközössége, hittanosai arra a nagyon szép betlehemes műsorra, amelyet december 18-án a templomban tekinthettünk meg. Én azt gondolom, hogy mindez az egész összessége az, ahogy a pedagógusok, az osztályfőnökök az osztályokkal foglalkoztak, ahogy a délutánokat együtt töltötték a mézes kalácsütés során, a karácsonyi vetélkedő során, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy még jobban meg tudjuk ismerni tanulóinkat, a gyerekeket, és hogy még inkább egy olyan kapocs alakuljon ki a pedagógus, a szülő, az iskola között, amely elősegíti a mindennapi munkánkat, és a tanítás-tanulás folyamatát is talán segíti, és kedvezően befolyásolja. Mi a következő program az iskola naptárában? Az iskolában ugye a következő három hét az a fél év zárásáról fog szólni, tehát január 22-én zárul az első fél év, úgyhogy most igazából a kemény munka veszi át a szerepet, hogy még mindenki megtegye azt, amit meg kell tenni, hogy megfelelő érdemjegy kerüljön a fél évi bizonyítványba, illetve a nyolcadikosoknak a következő hét végén majd egy felvételét kell megírniuk, tehát a középiskolai továbbtanulás kerül most ebben az időszakban leginkább fókuszba. Azonban a következő közös eseményünk az február elején lesz, a farsanggal, amelyre minden osztály már elkezdte az előkészületeket. Remélhetőleg egy nagyon-nagyon színvonalas rendezvényt tudunk majd megtekinteni közösen február első péntekén. Következő felvételünkön Bácskai Dániel, az Ifjú Kistelkiek Szövetségének elnöke a szervezet 2016-os programtervét ismerteti. Elérkezett a 2016-os új esztendő az X életében is. Mik a tervek erre az évre nézve? Hát az Ifjú Kistelekiek Szövetsége és az Ifjúsági Ász Kistelek folytatja azt az utat, amit eddig kitaposott. Ez alatt azt értem, hogy azok a rendezvények, amik eddig fixen megvoltak és úgymond bejöttek, folyamatosan voltak rá bőven látogatók. Ez főleg a zenei és a számítástechnikai programokra gondolom, meg a vitaestekre, vitafórumokra. Ezeket mindenféleképpen folytatni szeretnénk. Csak úgy, mint minden évben, az évkezdéskor eldöntjük azt a fiatalokkal, hogy mi az az újdonság, mi az a rendezvénytípus, mi az a rendezvényfajta, amire lenne igény, lenne az, hogy igen, ezt szeretnénk. És hát azt szépen elkezdjük megvalósítani. A rendezvénytervezetünk az ki fog kerülni a közösségi oldalunknak a profiljára, így mindenki látni fogja azt, hogy kb. Az első fél évben mire is számíthat, mikor és hol. Most idén a fiatalok ugye sokkal aktívabban részt fognak venni a rendezvényszervezésben, mint ahogy azt ezelőtti interjúmban is már megjegyeztem, hogy most már lesznek jóval több, nagyobb létszám olyan rendezvény, amit őnekik fogok kiadni, amit ők fognak úgymond saját maguk szervezni, rendezni, én csak a felügyelést meg a segítséget fogom nekik szolgáltatni ebben az egészben. Az biztos, hogy még a továbbtanulás előtt, ugyebár februárban van a felsőoktatási továbbtanulási leadási határidő, azelőtt szeretnénk egy szakmai élőkönyvtárat tartani, ezt mindenféleképpen meg szeretnénk valósítani, emellett most kezdjük el az utánpótlás neveléshez való szükséges lépések megtételét, azaz kimegyünk a gimnáziumba, meg kimegyünk az általános iskolába, itt helyszínen Kisteleken, és hát meginvitáljuk a fiatalokat az ifjúsági házba, és ott egy ilyen rendhagyó osztályfőnöki órát fogunk nekik tartani.
Most ugye tél van, hideg van, mindenki be van gubózva otthon, így egyértelmű, hogy az ifjúsági hálózat építésének további lépéseit a tavaszi időszakra tettük. Ez azt jelenti, hogy ugye Köntpöc már teljes mértékben beleivódott az ifjúság szervezésbe. Emellett a helyi gimnázium diák önkormányzatával is nagyon jó viszonyt ápolunk, így szeretnénk ezen a mesdjén szépen tovább haladni, és ki akarunk alakítani két pólust. Ez azt jelenti, hogy az egyik pólus elindul Kiskunfélegyháza Kecskemét vonalába, a másik pólus pedig elindul Szeged felé. Mi a legközelebbi rendezvény, amire el lehet majd látogatni? A legközelebbi rendezvényünk nagy valószínűséggel februárban lesz, hiszen a decemberi leállás után most jön az, hogy összeszedjük a szervezetnek a tagjait, tartunk egy zárt körű, mondhatni évnyitó, meg a tavalyi év lezárásaképpen egy összeülést, nagy takarítást tartunk az ifjúsági házban, szóval most a januári hónapban mindenféleképpen ezeket a dolgokat szeretnénk fölpörgetni, hogy szépen az ifjúsági ház februártól már úgy legyen beállva, hogy teljesen programtervel, teljesen rendezetten, tisztán. A Székelyink Kárpitagyait is Jenei Zsolt felajánlásával, nagy nyomású takarítóval kitisztítjuk, így köszönjük szépen előre is neki a segítséget, hiszen teljesen ingyen és bérmentve segíti a munkánkat ezzel, és hát reméljük, hogy februárban beindul tényleg valójában az élet a januári előkészületek után, és minél több fiatal és minél több új vendégre is számítunk majd ebbe az időszakban. Most következő mesefelolvasásunkban Ingrid Umbe Bömbölő Bolamber című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Ingrid Umbe Bömbölő Bolamber. Hová tűnt a hold az égről? Egyszer volt egy kis medve. Ott élt a szüleivel az erdő mélyén. Kicsi volt ez a mackó, az igaz, de annál harsányabb a bömbölt, brummogott. Valahányszor nem tetszett neki bármi, bömbölt bizony, ahogy csak a torkán kifért. És mert különben Balambér volt a neve, mindenki csak Bömbölő Balambérnak hívta. Néha-néha megesett, hogy a szülei egyedül hagyták otthon. Akkor igen csak félt, és ilyenkor bömbölt aztán leginkább. Egy este vacsorára hívta meg szüleit Márkus Mókus. Hadd menjek én is, kérte Balambér. Nem, nem, felelt a mamája. Ilyen későn nem lehet. Bömbölt rögtön Balambér. Nem akarok egyedül itthon maradni. De hát figyelj rám, kis bömbölő, mondta a mamája kedvesen. Hazajövünk hamar. Sietünk hozzád. Bömbölt Balambér. Nekem a kevés is sok egyedül. A papája csak a fejét csóválta. Medvék nem szoktak ilyen bután viselkedni, még ha kicsik, akkor se. A mama elkészítette a kisbömbi vacsoráját. Bömbölt Balambér már is. Nem akarok egyedül maradni. Nem akarok egyedül enni. Ha nem, hát nem, hagyta rá a mama. El is rakott mindent rögtön. Balambért pedig ágyba dugta. Aludj jól, kicsikém, mondta. Mire fölébredsz, már itthon is vagyunk. Álmodj szépeket, kicsi Balambér, búcsúzott tőle a mamája. Bagoly szomszéd ott ül a fenyőfáján, és vigyáz rád. Kismaci fülig húzta a takarót, látni se akarta azt a nagy sötétséget. Szerette volna, ha ő valami nagy, erős, rettentő medve, hanem hát csak egy kis riadt, picurka mackó volt. És képzeljétek, sírt. Csupa könny lett a párnája, csupa-csupa medvekönny. De a sírás fáraszt, így Bömbi hamar elaludt. Éjjel azonban hirtelen fölriadt. Minden sötét és néma volt. Csak nem mosonít valaki erre, arra a szobába? Balambér bömbölni kezdett, de úgy, ahogy még soha-soha életében se. Ez se segített. Kirohant hát a házból, de odakint is sötét volt.
A felhők közt bujkált a hold, és alig néhány csillag pislák volt csak az égen. Akkor a kis bömbölő átbotorkált a tisztáson, és így kiáltott. Bagoly bácsi, merre vagy? Jött is nyomban a válasz a magas fenyőfáról. Itt vagyok, kis balambér, az odumból jól látrak, csöppet se félj! A kis bömbölő megállt, és csak ámult, bámult. Tényleg itt van a nagy fenyő, és tényleg ott van Bagu is. Ott bizony. Kiült egy ágra, és nagy sárga szemével csak nézte Bömbikét. És megkérdezte kedvesen. Kis balambér, miért bömbölsz annyira? Mert nagyon egyedül vagyok. Bagoly szomszéd rábólintott. Uhú! Mesélj nekem, kérte a mackónk, valami szépet. Jó, hát elmondom, hogyan tűnt el a hold az égről. Jó, felelte Bömbi, azt is meséld el, de azt is, hogy hogy jött vissza. A hold története. Egy éjszaka, amikor a hold olyan ezüstös volt, és olyan kerek, mint még soha, kezdte a meséd a bagoly, bizony a hold akkor éjszaka gurulni kezdett. És végig gurult az égen, a felhők között, és sorral elhagyta a csillagokat. Gurult és pörgött, gurult és pörgött, egyre sebesebben. Aztán hirtelen, nullám, a tengerbe pottyant. Elismerült benne nyomba, le a nagy vízfenekéig. Ott a halak kimerett szemmel bámulták. Végre jött egy nagy hal. Ő is düllett szemmel nézte, és némán kitátotta a száját, és bekapta, lenyelte a holdat, és világítani kezdett. Úgy világított ez a hal már is, mint egy ezüst fényforrás lenne. És körülötte a víz is csak fény lett, és fény lett. A vízi ember odaúszott, belejöttek a vízi tündérek, és szépen megfogták hálójukkal a tündöklő halat. És vörös korallok közé zárták, mint egy akváriumba. Hát a holdal mi lett? Kérdezte aggódva a kis bömbölő balambér. Majd kiderül, felelte bagoly szomszéd. Ma éjszaka nincs itt, azt te is láthatod. És ez volna a történet vége? Hát igen, mára. Ó, bömbölt már is kis kedvenc mackónk. Ez nem is volt valami szép történet. Ne bömbölj már úgy, szólt rá bagoly szomszéd. Aztán fölrebbent, egy-két ággal följebb, és még magasabbra, onnét huhogott. Hú-hú, hú-hú, már látom a tengert. És? Kérdezte a kis kíváncsi. Azt hiszem fénylik. A kis bömbölő föltápászkodott, nyakát nyújtogatta. Mondd, a holdat is látod? Nem, nem, a holdat, azt így sem látom, suttogta a bagoly, és eltűnt. Bömbölt a kis barátunk. A hold azonnal jöjjön vissza, és a papa meg a mama is jöjjön vissza. Várj egy kicsit, balambér, felelt a bagoly, csak türelem. Brummogta szelídebben egy kicsit a kis mackó. Akkor mesélj nekem még egy történetet. Bagoly szomszéd szeme sárgán villant. Nem, nem, csóválta a fejét. Mert éhes vagyok, és megyek egy kicsit egerészni, de mindjárt újra itt leszek. Furkó farkas. Hanem a kis bömbi mackó, nem voltám egy türelmes medve, neki lódult hát hajrá a sűrű erdőbe. Csörtetett és törtetett. Sötét volt. A csillagokat se látta. De az utat itt még jól ismerte. Sorra rendre a fákat, a málna bokrokat. Tudta, hol a kis patak.
eleget hallgatta nappal a csobogását. Tap, tap, csattogtak a tappancsai. Tap, tap. De mi ez? Csak nem jön itt még valaki más is ezen az éji úton? Mellette vagy mögötte? Megállt egy kicsit balambér, és így kiáltott. Hé, ki az ott? Búj elő! Recsegés, ropogás felelt, és már is megjelent egy szürke alak. Jó estét, kis medve! Hova, hova ilyenkor éjjel? No csak, te vagy az furkó farkas! Kérdeztem a meghökkent mackó. Én meg csak úgy megyek, mendegélek. Márkus Mókusnál vacsoráznak a szüleim, haza akarom hívni őket. Szerinted jó úton járok? Furkó farkas szeme villant, foga is csattogott. Nagyjából igen, felelte, de talán inkább nem. Elkísérlek egy darabig, jó? A kis bömbölő ezen eltűnődött. Lehetnék a kutyád, így a farkas. A kutya mindig él hal a gazdájáért, megy vele bárhová, és rátalál a helyes útra. De miért akarnád te a kutyám lenni? Kérdezte gyanakvóan balambér. Olyan egyedül élek, panaszolta a ravaszdi farkas. Mindig szerettem volna egy gazdát, akinek mindent megtehetek, kívánjon bármit is. A kis bömbölő tétovázott. De hát pórázom sincsen. Furkó farkas szeme újra villogott. Nekem van, mondta. El is mehetünk érte. Meg aztán szereted a mézet? Hát persze, felelt a kis mackó. A mézet és a mézes kalácsot is egy kis málnával szeretem a leginkább. Van három csupor méz az odumban, állította furkó farkas. No csak, mordul föl erre Bömbi, furkó farkas folytatta. Van ráadásul 5 köcsög málna lekvárom. A kis mackó vágyakozva fölsóhajtott. Van kuglófom is, meg töltött cukorkám is, tette hozzá furkó farkas. Mézes cuki, meg málnás cuki. Hát ez azért már más. Ez szinte hihetetlen, hogy egy farkasnak póráza legyen otthon, meg ennyi finomsága. Az ilyen farkas nem is igazi farkas. Akkor meg jobb lesz vele vigyázni. És egyáltalán. Édes is furkó farkas, ne hazudozz itt nekem össze-vissza. Elkotródj inkább, mielőtt még megharagszom és elnáspágollak. Tudhatnád, hogy a medvék milyen erősek. Furkó farkas erre vicsorgott, de jobbnak látta, ha tényleg elkotródik. Január 5-én, kedden, a végletekig izgalmas felsőházi rangadóra került sor a 2015-2016-os Kistelki téli téridzálemlabdarúgó bajnokság 35 pluszos ligájában a tabella első felében található Vénfecskék és Charlton Athletic között. Következő felvételünkön a két csapat találkozóját tekinthetik meg. Thank you.
Yeah, you.
Következő felvételünkön a január 5-én kedden lejátszott BMG Plus más zsugor találkozót tekinthetik meg a 2015-2016-os Kistelki téli teremlabdarúgó bajnokság 35 pluszos ligájából. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Következő adásunkat január 12-én kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételenkkel jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!